Egy Nyíregyházához közeli benzinkúton vett alkoholt még tavaly nyáron ez az ittas állapotban lévő férfi. A sofőr a rendőri előállítást követően később visszajutott gépkocsijához, ismét volán mögé ült, egy defekt miatt azonban egy másik benzinkúton próbált kereket cserélni, egészen a rendőrök kiérkezéséig. A vádirat szerint a vádlott családi problémái miatt ivott alkoholt és nyugtatózta be magát. A szakemberek a legváltozatosabb kifogásokkal találkoznak ilyen esetekben. Az egyik vádlott azzal védekezett, hogy 2021. október 23-án ünnepnapon elektromos kerékpárjával felment a helyi presszóba, és kávét szeretett volna fogyasztani. Ekkor kapott egy telefonhívást, miszerint felvették egy nagy céghez, ahová korábban jelentkezett, munkavállalás céljából. Ennek annyira megörült, hogy több üveg sört és több fél deci almapálinkát is elfogyasztott, majd elindult hazafelé. 150 métert sem tett meg a presszótól hazáig, amikor ittassága miatt elvesztette az uralmat a járműve felett, felborult, és ráadásul el is hagyta a helyszínt. A járókelők értesítették a rendőrséget, akik az utcán elfogták a férfit. Egy másik férfi a barátnője rosszul létére hivatkozva ült ittasan a volán mögé. Állítása szerint előző nap ivott nagy mennyiségű alkoholt, nála 2000-elég feletti véralkohol szintet állapított meg az orvos szakértő. Büntetőeljárás akkor indul, hogyha a véralkohol tartalma az a fél ezreléket meghaladja, illetve a levegő alkohol tartalma a 0,25 ezreléket meghaladja. Alapesetben 2 éves szabadságvesztés szabható ki ezért a vétségért. Ha viszont már súlyos testi sértést is okoz, tehát balesetet okoz, és abban valaki megsérül, az 3 évig terülő szabadságvesztéssel büntetendő. Ha maradandó fogyatékosságot okoz az ittasvezető, vagy súlyos egészségromlást, az 5 évig terülő szabadságvesztéssel büntetendő. Hogyha halálos eredménnyel jár, tehát valaki meghal a balesetben, az elkövetőn kívül, akkor 2-8 évig terül szabadságvesztés szabható ki. Sajnos vannak olyan esetek, amikor több ember halálát vagy halálos tömegszerencsétlenséget okoz az ittas vezető, akkor 5-10 évig terül szabadságvesztéssel büntethető a törvény szerint. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2020-ban 596 esetben emeltek vádat ittas járművezetés vétség vagy büntet miatt. Ugyanebben az évben országszerte mintegy 14 000 esetben történt vádemelés.